Korábbi adásunkban már beszámoltunk arról, hogy 30 év után új kazánt állított üzembe a Városgazdálkodási Zárt Körű Részvénytársaság a Hőközpontban, ami bevált és azóta is kiválóan teljesíti a szolgálatot. Szükség is van rá a napokban, hiszen erős mínuszokkal köszöntött be a december. Idén már november végén megérkeztek az éjszakai mínuszok, így a decemberi fagyokat már természetesként fogadjuk. És bár kint hideg van, hiszen napközben sem emelkedik a hőmérséklet 0 fok fölé, az éppen kellő időben a Hőközpontban lecserélt kazán tökéletesen teljesíti feladatát. Jó meleget szolgáltatva ezzel a lakótelepi lakásokba. Valóban, erről többször tudósított a televízió, természetesen határidőre a vállalkozó elvégezte a munkát, üzembe állítottuk az új berendezést, jelen pillanatban is az üzemel, és messze menően beváltotta hozzá a fűzött reményeket, hiszen a elmúlt 1-2 nap folyamatos hideg időjárása közepette is teljes biztonsággal a kisebb teljesítményű kazán is tud megfelelő mennyiségű hőt szolgáltatni. A kazánhatásfok meghaladja a 90%-ot, tehát ugye erről beszéltünk, hogy ezek a kazánok a névleges teljesítmény közelébe terhelve tudnak igazán hatékonyan működni, és itt ezt az állapotot tudjuk előidézni. És hát, hogy az élet milyen, mi sem bizonyítja jobban, hogy mennyire igazunk volt a kazán cserével, hogy azokban a hetekben, amikor beüzemeltük, még próbaüzem alatt állt az új kazán, a régi úgy meghibásodott, hogy le kellett állítanunk. Tehát teljesen az életbe bizonyította, hogy szükség volt, mert bizony a 30 évet meghaladó korú kazánokban mindig lehet olyan meghibásodás, ami hosszabb távú idejű leállást okozhat. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen időtartamot tudnak szolgálni ezek a berendezések, illetve most akkor hány esztendővel számolnak újra az új kazánnal? Megfelelő karbantartás mellett, és hát nyilván ezek nehezen kikerülhetőek, hiszen itt hatósági felügyelet alatt állnak ezek a berendezések. Ha a kazánokat megfelelően karbantartjuk, akkor ezeknek 30 évet meghaladó az élettartamuk. Nos, hát a mendemonda szerint igen hideg telünk lesz, szükség is lesz tehát a jó melegre, legalább otthonainkban.